Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy érdekes szerelmi jóslást mutatok számotokra, te és ő. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kép jelenti a te jelenlegi helyzetedet, és itt van a lelki társad, vagy utalhat a férfiakra. Mi a kapcsolat köztetek? Mi tükröződik itt számotokra? Először megnézzük a te jelenlegi helyzetedet, ha te egy hölgy vagy. Itt bizony vannak kihívások, támadások. Meg kell, hogy védd magadat. Lehet, hogy kicsit mérges vagy másokra, mert nem kellemes ez a helyzet. De próbáld meg ezt lezárni, nem kell ennyit küszködni. És mi van ezzel a férfival? Ő már áttette magát bizonyos dolgokon, nála is voltak ilyen kihívások, de megvan a győzelem, és közeledik hozzád. Elvárja azt, hogy megkapja tőled az elismerést. Lesz találkozás, hiszen beszélni akar veled. Megnézzük, hogy milyen lépéseket tesz, vagy mi történik még a közeljövőben. Itt tervez egy új kezdetet. Veled együtt, de lesz munkahelyi változás, és kezdetben még sok mindent cipel. El kell neki engedni bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat, mert ha mindenhol segíteni akar, vagy mindenki kedvében akar járni, akkor bizony fáradt és kimerül. Ez megnehezíti ezt az új irányt, ezt az új kezdetet. De sikerülni fog neki, hiszen uralkodik majd a helyzet felett, és hátat fordít bizonyos személyeknek. Kezébe veszi a botot, jelenti a tűz elemét, valami lelkesíti őt, megvan a bátorsága nemet mondani, és más irányba tekint, ami jelenti a változásokat. Miután ezt így ő eldöntötte, közeledik hozzád, és veled együtt lesz egy új kezdet, és ezek a nehézségek elmúlnak. Itt a kezébe veszi az érmét, odafigyel erre. Ez jelentheti az anyagiakat, a munkahelyi lehetőségeket, vagy az értékeket, hogy tudja azt, hogy értékes, hogy ő is tud nyújtani valamit. Persze ez lehet egy ajánlat is, hogy valaki átnyújtja számára ezt az érmét, ez lehet anyagi segítség, vagy egy munkahelyi ajánlat. És most megnézzük a te kártyáidat, ha te egy hölgy vagy. Itt van mozgás, van több irány. Az lehet, hogy te is hasonlóan cselekedsz, mint ő a múltban, hogy mindenki kedvébe akarsz járni, hol itt vagy, hol ott vagy, hol amott vagy, mert segíteni akarsz, de ez számodra egy nagy kihívás. Ami fontos, pihent ki magadat. Így tudsz uralkodni a helyzet felett. És akkor te vagy az uralkodónő. Ne szolgálj másokat, hiszen te vagy a királynő. És mint királynő uralkodsz a víz eleme felett. Ez jelenti a te saját érzelmeidet, vagy kihat a párkapcsolatra. Ő közeledik hozzád, átnyújtja ezt az arany érmét, jelenti az anyagi segítséget, vagy kapsz egy munkahelyi ajánlatot, de jelentheti azt is, hogy ő értékel téged. Azon kívül itt ez az érem, meg a kezében ez a másik érem jelenti a föld elemét, a reális dolgokat.
itt a királynőnél még érzelmekről van szó, de ezek az álmok, ezek a vágyak megvalósulnak, hiszen itt a föld eleme segít abban ezt kiépíteni. Azon kívül passzoltok egymáshoz, hiszen te vagy az uralkodó nő, ő meg az uralkodó, tehát itt látható, hogy kiépül egy párkapcsolat. Őrizd meg a belső nyugalmadat, ő jön magától, pihent ki magadat, és nem kell másoknak segíteni, ha te nem akarod ezt. Hiszen az is fontos, hogy mi az, amit te szeretnél, és tanuld meg nemet mondani. Ő meg majd jön, itt lesznek ajánlatok, lehetőségek, egy új irány, egy új kezdet, egy jó ajánlat, és uralkodj a helyzet felett. És így tudod megoldani ezeket a kihívásokat. És itt látható, hogy megvan a nyugalom, a szépség, és legyen meg a bizalom, minden úgy magától kialakul, és ő is közeledik hozzád. Ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. Ez a jóslás megrendelhető, a díjam az 4000 forint, mint minden jóslásnál. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!